Ebben Bojtó Zoltán és a DXN cég szabad, független, koronás gyémánt szintű bizalomépítője vagyok. 2014 nyarán, ugyanezen a helyszínen, 18-20 kilóval nehezebben, mint friss gyémánt készítettünk egy felvételt. Azóta eltelt 10 év, és nekünk kiépült 10 gyémánt lábunk. A helyszín nem sokat változott. Azért van, ami nagyon is megváltozott. Erről lesz szó ebben a videóban. Kiszabadultunk a mókuskerékből, és napjaink nagy részét azzal töltjük, amivel szeretnénk. Jut idő a hobbikra és a testmozgásra is. Mi egy olyan pár vagyunk, akik szívesen töltik együtt akár a nap 24 óráját is. Ez a szabadság lehetővé teszi azt, hogy szép helyeket látogassunk meg olyankor, amikor a többieknek erre nincs idejük. A Grünerzénél vagyunk, egy kedvenc kiránduló helynél. Most sok ember fog idejönni, mert május 9-e van, ez pedig egy ünnepnap Ausztriában, tehát munkaszüneti nap. Azért jönnek az emberek ilyenkor, hogy ne kelljen szabadságot kivenni. A számomra egy kicsit a szabadság az, hogy nekünk nem kell semmilyen munkahelyhez igazodni, semmilyen főnöktől kérezkedni. Szabadok vagyunk. És nem vagyunk még nyugdíjasok. Megvan hozzá az egészségünk és a pénzünk is. Igaz, saját szigetet azért még nem vehetnénk magunknak, esetleg csak egy ilyen picit. Korlátok csak a fejünkben vannak, ez nekem már nem üres szólam, hanem saját tapasztalat. Ezért rettentően fontos, hogy mire gondolsz. Ha jó gondolataid vannak, kellemes és élhető környezetet teremtesz magadnak. Ha meg örökké a rosszra fogadsz, meg síránkozol, akkor csupa rossz dolgot fogsz bevonzani. Két dolog miatt nem érdemes panaszkodni. Az egyik, amin úgysem tudunk változtatni, a másik pedig az, amin tudunk. Az elménkkel képesek vagyunk teremteni. Nem baj, ha ezt nem hiszed, de akár tetszik, akár nem, az történik veled, amit kigondolsz magadnak. Folyamatosan teremtesz, még ha nem is tudsz róla. Minden ember életében jön legalább egy olyan lehetőség, amivel megváltoztathatna az életét, de a legtöbben ezt csinálják, hátat fordítanak neki. És ha nem hiszel valamiben, bele se fogsz, hogy megvalósítsd. Én ezt már az iskolában tanítanám a gyerekeknek, hogy igenis olyan életet tudnak élni, amilyet teremtenek maguknak. 10 évvel ezelőtt felértünk egy fennsíkra, amikor elértük a gyémánt szintet, és már onnan is csodás kilátás volt, és nagyon szép volt a táj. Láttuk, hogy vezet még fentebb ösvény, de nem tudtuk, hogy azon meddig tudunk elérni. Most 10 év múlva, már a Crown Diamond szinthez érve, igazából ez az út fele, és látszik, hogy a további út az még csodásabb, még meredekebb, még izgalmasabb, de látszik, hogy most már biztosan elérkezünk a végéig. 10 évvel ezelőtt a gyémánt videónkban azt mondtam, hogy ez a szint egy híd, amelyik összeköti a régi életünket az újjal. Mi közben átkeltünk ezen a hídon, és ezen az oldalon sokkal szebb a táj. A mi életünk gyökeresen megváltozott, de nem ment ez varázsütésre. 2014-ben értük el a gyémánt szintet, tehát 10 év kellett ahhoz, hogy nekünk is legyen 10 gyémánt vonalunk, vagyis koronás gyémántok legyünk. Igaz, ez a tempó az utóbbi másfél évben elég rendesen felpörgött, ezért azt reméljük, hogy nem kell további 10 év a DXL legmagasabb üzleti szintjéhez, a Crown Ambassador szinthez. Nagy tanulság, hogy azért, mert valami nem megy azonnal és egy csapásra, még nem kell feladni. Sőt, az igazán értékes dolgokért meg kell dolgozni. És a legnagyobb szívás, hogy rengeteg ember dolgozik nagyon keményen, talán te is, de olyan dolgokért, amelyek nem fogják számára elhozni a jobb életet. Mi is embertelenül sok munkát beletettünk, és most örülünk, mert sikerült. Jó pár évvel ezelőtt még, amikor alkalmazott voltam egy karácsonyi céges vacsorán, mondta egy kollégám némi kárörömmel a hangjában, na, nem jött be ez a kávés üzlet? Hát egy-két év alatt nem jöhet be, mert ez egy ilyen üzlet. Nem kell hozzá szuperhősnek lenni, elég, ha kitartó vagy és tanítható, de a Monteveresten, az alaptáborban még nem kell senkit kinevetni, mert még csak ott tart. Már az alaptáborig is csak kevesen jutnak fel, és ő még épp csak aklimatizálódik a csúcs felé. Ennek az üzletnek az a lényege, hogy egy általunk kedvelt és jónak tartott termékcsaládot ajánlunk tovább másoknak, amiért a gyártócég jutalékot fizet a megvásárolt termékek árából. Én a közösségi médiát használom arra, hogy a ganoterápiás készítmények jó híre minél több emberhez eljusson. Hitem és a kapott visszajelzések szerint ezzel igenis jót teszek másoknak, így nekik segítve magamon is segítek. Hisz az anyagi függetlenség ennél a szakmánál csak így érhető el.
Ha ezt nem hiszed el, akkor nem is részesülhetsz a hasznából. A te világodat te hozod létre magadnak. Csinálj olyat, amilyenben élni szeretnél. Sokan azt mondják, hogy csak szerencsénk volt, és jókor voltunk jó helyen. Ők erre nemet mondtak. Mi igent, és beleálltunk a melóba. Ha azt gondolod, hogy nem tudod megcsinálni, igazad van. És ha azt gondolod, hogy meg tudod csinálni, akkor is igazad van. Ez most a te történeted, amit eléneklek neked, beléptél ott így szembe, fantáziát láttál benne, a kávédat lecserélted, a sztoridat elmesélted, másoknak is megmutattad, szíved, lelkeddel eladtad, más lettél és sokat tettél, sok jó embert beléptettél, a tudásod tovább adtad, aktív csapat nőtt alattad. Ez egy győztes, győztes játszma, mert mindenki hasznát látja, egy célodat már elérted, a sok munkalám megérte. Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, a sok szemmal örömtől csillog, fényesen ragyogó csillag. Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, a sok szemmal örömtől csillog, fényesen ragyogó csillag.